Szeretek főzni. Nincsenek fix receptjeim, mert imádom a változatosságot, de egy szakácsbarátom révén jártasságot szereztem a konyhaművészetekben. Minden ember sorsa és helyzete más és más. Ma arra keressük a válaszokat, hogy egy fiatalember élete hogyan tud kiteljesedni. A lebeszélésekkel tele a padlás. Nekem is sokszor forr a vérem, amikor egy másik nő vagy férfi méltatlanul többet keres nálam. Bár kifejezetten inspirál, hogyha a különbségnek értelmes oka van. Normális fizetés például a havi legalább 200 ezer forintos, nettó 200 ezer forintos minimálbér kellő garancia lenne arra, hogy egy fiatal pár kedvük szerinti gyerekszámban gondolkodjon. Kivált kép akkor, hogyha az arcpirítóan gyalázatos 12.500 forintos családi pótlék meg lenne háromszorozva, azaz havi 37.500 forint lenne. Sőt, ha valaki bármilyen oknál fogva jövedelem nélkül maradna, akkor is legyen egy úgynevezett mentőve, ne kereshessen kevesebbet a mindenkori létminimumnál, ami jelenleg több mint 100.000 forint. Még messzebb tekintve, a nyugdíjasoknak is sokat segítene, hogyha a családi pótlékkal azonos összegű korpótlékot kapnának a pénzükön felül, ez megkönnyítené a fiatalok tervezését is. Ezért én mindenre hajlandó vagyok. Ne mondjunk le a dolgozókat megillető privilégiumokról, a tisztességes bérekről, és ne kelljen megélni a dolgozók és a tőkések közti anyagi szakadék tágulását. Merjük felvállalni a küzdelmet a sunyi tolvajokkal szemben. Merjünk lesújtani az enyves kezekre, mert aki eladósítja az országot és engedi, hogy az emberek adós rabszolgává váljanak, az bizonyosan nem szereti a hazáját. Éljünk hát a szeretet építő erejével. Tiszta szívvel és a szeretet erejével bízzuk a néphatalom elorzóit a körültekintő bíróságokra, hisz nincs annál szebb, mint amikor valaki megkapja a neki járó igazságot. Veled vagyunk. Boldog karácsonyt kíván az Igen Szolidaritás.